Most pedig Görges professzor kísérletét láthatják. Köszöntök mindenkit! Máma egy kicsit a hővel fogunk játszani. Amit látjuk, ez a fémgolyó átmegy a karikán. Fogjuk a denaturált szeszt, beletöltjük ebbe a tárgába. A tárgát visszarakjuk a helyére, és begyújtjuk. A golyót rárakjuk melegíteni. Amint látjuk, kihatására ennek a szerkezetnek a kis nyilai kimozdulnak ezen a mérőszalagon. Ugye előző alkalommal mutattam, hogy a golyó átmegy a részkarikán. Most nézzük, mi lesz. Ugye a golyó azért nem megy át ezen a részkarikán, mert ez is kihatására kitágult. Pálkán született 1895. november 10-én. Ősei családi hagyomány szerint legalább 200 éve népiskolai tanítók voltak. Édesapja Öveges József, édesanyja pedig Mihálovics Ilona volt. Szülei a győri Bencés gimnáziumba adták. A Bencés rendek nem minden tagja foglalkozott tanítással, ezért a legnagyobb tanítórendet, a piarista rendet választotta. 1912-ben, 17 éves korában felvették a piarista tanítórendbe, kitűnő eredménnyel érettségizett. Egyetemi tanulmányait, mint matematika, fizika szakos tanárjelölt, a budapesti Fázmány Péter Tudományegyetemen végezte. Párhuzamosan teológia tanulmányokat folytatott. Szaktárgyaiból az összes vizsgát kitüntetéssel végezte el. 1919. december 16-án tette le a tanári vizsgát, megkapta tanári oklevelét. 1920. július 4-én szentelték pappá, így vált teljes értékű piarista tanárra. 1919-1922 között pályakezdést Szegeden a piarista gimnáziumban. 1930-1941 között írt első tankönyveit, például kis fizika. Az öreg projegén Berandán nagycsázás közben kitalálta a vitorlás kancsajárást. 1922 és 1924 között jelent meg az első zsebkönyve, melyet az újságában szellemesen így hirdetett. Adja esernyőjét és vegye meg Öveges József időjóslás és időhatározást színű könyvét. 1940 között Budapesten a piarista gimnáziumban tanított. 1946-47-es tanévben a 4 évfolyam hallgatóinak teljes fizikai képzését elvállalja. Öveges József középiskolai tanár működése ezzel lezárult. 1947-1948-as Közgazdasági Egyetem intézeti tanára. 1948-1955 között a Budapesti Pedagógiai Főiskola Fizika Tanszék vezető főiskolai tanára. 1953-tól az Élet és Tudomány című hetilap szerkesztőbizottságának tagja. 1958-tól a Magyar Televízió 100 kérdés című műsorának főszerkesztője. A Magyar Rádióban 256 előadást tartott. Több mint 30 éven keresztül a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat országos elnökségének tagja. A TIT ismeretterjesztő egylete az ő nevét viseli emlékére állandó kiállítást tervezett a Nemzetközi Csillagászati Unió 67-308-as sorszámú kisbolygót Övegesnek nevezte el Öveges József tiszteletére. Professzor életében nem teljesült álma, hogy tudományos játékszabákat létesíthessen. 1995-ben megvalósult a Csodák Palotája képében, melyben egy terem az ő nevét viseli. 2006-ban Öveges József díjat alapított. Budapesten Tamály mellett vette fel a nevét. Rengeteg díjat, emlékérmet, névódíjat, aranykoszorús elvényt és még sokféle kitüntetést kapott. 1979. szeptember elején agyvérzéssel kórházba szállították, és néhány nap múlva meghalt. 1979. szeptember 14-én a budapesti Farkasréti temetőben a szertes előtti beszentelése történt meg. Szeptember 18-án temették Zalaegerszegen.
legszebb ország Mongólia, ott laknak a mongolok. Éjjel-nappal bongolkoznak, ezért olyan boldogok. A Mongóliában élnék, én is elmongolkoznék. A Mongóliában élnék, én is boldog lehetnék. A népesség egészséges, rendszeresen sportolnak, úsznak, futnak, görkoréznak, síelnek. Kecse József, született Pálka, 1895. Nos, most egy kicsit a hővel fogunk játszani. Amint látjuk, a karika, vagy hát a karikán átmegy ez a fémgolyó. Nos, most fogom a denaturázást.